Ha nézzük ezt az életfát itt a hátunk mögött, tehát itt úgy volt ez annak idején megfaragva, hogy még külön az angyalokat is ráfaragtam, azokat én levettem. Most ebben nem megyek bele, hogy miért. Az a lényeg, hogy megmaradt a hétágú fa, tehát ami az ég felé, a fény felé megy, és ami a földbe gyökerezik. És nagyon fontos, itt a gyökér azért nagyon fontos, hogy lefelé is egy hetes minőség, mert hogyha én ismerem a földanya, mert ilyenkor a földanya jön be, ő is egy más minőség. Tehát a föld szelleme ugye a földanya. Ezt általában megint nem szokták tudni. Csontvári gyönyörűen beszél a föld szelleméről. Tehát őróla beszél. Tehát a földanyáról és a vele való kapcsolódásról és kérésről. Tehát nem elég tudni róla, fontos az, hogy gyakoroljuk is, tehát lépjünk vele kapcsolatba. Erre biztat itt az eszénis iratok. Tehát ha mi az ábrándjainkban élünk, a negativitásainkban, mert nap mint nap kapjuk a negativitást, a médián keresztül, a munkahelyen, ki honnan kapja, de ez mind azért van, mert hiány vagyunk az erőnek. Hiány vagyunk annak a tudásnak, bölcsességnek, szeretetnek, ami által az erő egyre többet kapsz. Megszámlálhatatlan, ez mérhetetlen. Tehát az erő megsokszorozódik benned, hihetetlen energiákat tudsz magadba is befogadni, hogyha mondjuk ezt a szót, ez idiótos szó, hogy pozitívan gondolkodol. Nem nagyon szeretem ezt a szót, tehát a világhoz való viszonyod, ha olyan, a teremtéshez való, tehát ugye a természeti erők angyaláról beszélünk, aki a föld, úgymond a fának a gyökérzetét fogalmazza meg. Igen. Tehát őket is. Tehát ha valaki kertészkedik, akkor nem lehet őket megspórolni. Tehát úgy kertészkedjek, hogy nem lesz szentsége a dolognak, nincs szakralitása a történetnek. Akkor nem olyan az a növény, nem adja azt, amit kell. Tehát egy nagyon egyszerű példát mondjak, hogy én úgy öntözök, ugye ez a nyár eléggé asszályos volt brutálisan, hogy dézsákat tettem ki, hogy minél közelebb legyen a növényhez, mert locsoló kannával öntözöm, mint a kis óvodás, aki szeret pancsolni a vízzel. És azért, mert előző este megtöltöm, vagy már korábbi napokban a dézsát, és én most ugye naponta kellett öntözni, és az a mennyiségű víz, amit kap, hát te láttad, hogy milyen nagy paradicsomok teremtek, és milyen hosszú száron, és milyen sok rajta. Hát ha kapott napi 2 liter vizet, biztos, hogy nem többet. Mert egy kanna, egy locsoló kanna, mondjuk 6 tőhöz öntöztem. Tehát nem egy nagy mennyiség volt a víz. És hihetetlenül nőtt a növény is, meg maga a termés is. És eltűnődik az ember, hogy korábbi években viszont slaggal, tehát ahogy a csapra rá volt csatlakoztatva a slag, és közvetlenül úgy öntöztem, sokkal több vizet kapott, és akkor jöttem rá, hogy mégsem nő úgy a növény, mint amikor, hát így mondjuk, hogy naposztatott vizet kapott, de valójában a nap angyala járját. Tehát megint egy minőségről, egy élő, eleven szeméről van szó, tehát személyes a kozmosz is. Okay. Nem személytelen. Tehát én, amikor valaki valamilyen vallás nevében beszél, és ezt nem személyesen éli meg, és az angyali minőséget ki is iktatja, vigyáz is a szavába, vagy a mondataiba, hogy az angyal szót ki ne mondja, és ez a buddhista körben is így van. Azokkal én nagyon nem is szeretnék beszélgetni. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, hogy minden, ami körülötted van, élő, eleven és személyes, és az erőt, ugye, mert miért nem mindegy, hogy azt mondom, hogy erő vagy energia? Hát azért, mert az energia, hát energiája van a mosógépnek, a jóik tudja mi mindennek, a gépeknek. No, de amikor azt mondom, hogy erő, és figyeljünk oda a magyar nyelvre, ugye magyarázó, de csak a magyar nyelv, és ha eltűnődök a nyelv lényegén, akkor érzed azt, hogy benne van az erkölcs szó is. Tehát egy minőség, egy magatartást, egy töbletet hordoz, és nem mindegy, hogy fogalmazod meg, minek fogalmazod meg azt a minőséget, és hogy azt a minőséget valaki hordozza, valaki által kapod. Tehát az, hogy
A mi táltosaink, például az Erzsébet neve elhangzott, hogy tudott esőt, mondjuk, hogy varázsolni. De hát ez azért volt, mert ő az angyalok nyelvén is beszélt, az angyalokkal is napi szinten kapcsolata volt, és nem csak hogy kapcsolat, hanem szolgálták is. De azért szolgálták maximálisan, mert kiérdemelte. Mert hogy lehet kiérdemelni röviden? Úgy, hogy én a földanya, mert hogy a földanyának az összes angyalát én is szolgálom azáltal, hogy én a földanya törvényeit betartom. Tehát a törvényeit, ha tiszteletben tartom, megismerem, és ha megismerem, cselekszem is, mert cselekedet nélkül elhal a szép gondolat is, tehát mit sem ér. És azáltal, hogy cselekszem is, ezáltal oda-vissza segítenek. És azért volt az, hogy hát én most szeretnék esőt, x percen belül. És a napos verőfényben megjött a felhő, és szakadt az eső. Ezt lejegyezték Erzsébetnél. Tehát hatalma volt fölötte. És nekünk is lehetne, meg tud lenni, ha eljutunk arra a tisztaságra, de ha a tisztasághoz az kell egyrészt, hogy élő ételt, élő italt, és élő igét megismerni és cselekedni. Tehát ez egy összetettebb dolog. És az élő kertnek is ez a lényege. Vagy a kertművészetnek nem az a lényege, hogy mennyi puccos dolgom van a kerthez, vagy az eszközök, vagy milyen értékű berendezés, vagy csúcs technológia. Ez semmit nem jelent. Személyes legyen a kapcsolatom nekem vele, vagyis a kerttel, mert a kertben is ott lakozik. Mondja Jézus, menj ki az erdőre, menj ki a mezőre, mert ott sokszorosan van jelen az öröm angyala is. Mert hogy az öröm angyal az alkotásban segít, a teremtő alkotói folyamatokban. Az, hogy virágzik a virág, itt is itt látni, hogy kinyílik. Az öröm angyalának is köze van ebben. És te ott nagyobb örömre lesz. A levegő angyala is hatékonyabban, többen vannak jelen a természeti tájban. Tehát nem a nagyvárosra hívja fel a figyelmünket, nem klubhelyiségekre, hanem menj ki a természetbe. Jézus is ezt mondja. És akkor nem állunk messze, ugye, mert Anasztázia lényegében ugyanezeket mondja és tanítja. Igen.